hogy menjek haza, vagy folytasson. Hát szeretném elmondani, hogy nagyon sok rádióreklamban szerepeltem. Volt ez a rádióreklam, amelyikben az volt benne, hogy na, az én voltam. Akármilyen híres is lettem ezzel a reklammal, valahogy az élet a sors úgy hozta, hogy sávcsát tudtam magamnak szerezni egy rendes, egy becsületes, egy takaros, valamire való fehér népecskét. Úgyhogy az itt létem célja az az volna, hogy én szeretnék előadni egy ilyen leankérőt, amit szeretném, hogyha önök meghallgatnának és elmondanak őszintén és tisztán, hogy mi velem a probléma, hogy miért nem ragadnak rám a leanka. Tehát így ám, elkezdhetem-e? Igen, tudtam, hogy férfi fog válaszolni elsőre, tudtam már. Tehát kezdjük az elején. A leanka, mondjuk elképzelem, hogy ott van, mondjuk, hogy ott van. Hogyha így állok fel vele szembe, ez így jó van-e? Nincs az így jól, így van. Pontosan azért, mert egyszer megállt vele leankával szembe, és a barátja így oldalról le is üdött együtt. Úgyhogy sokkal, sokkal nagyobb szeretettel kell, mosolyogva kell oda menni, annyit már tudok, tehát körülbelül mondjuk, hogy ott van, csak oda megy, szedd, és így csinálsz, hogy... Szerusz! Hát egyébként szeretném elmondani, hogy én már úgy el vagyok keseredve a leanka témába, hogy már egy magyarországi csajocskával is megelégednék, értik itt a... Na, tehát így egy magyar le... akkor kezdem a leankérőt. Tehát így kezdem, hogy... Szerusz! Hallod-e? Tehát kint magyarba blokkba laksz. Mindjárt nincsen semmi baj, mert május volt, állítunk, ha pikamerrel is, de állítunk, érted? Figyelj ide, te! Hallod-e? Én úgy képzeltelek el, hogy van rajtad egy ilyen Adidas füst felső. És lefelé van egy Adidas füst felső, itt egy alsó. És a lábadon van egy Puma Adidas, érted? Figyelj, de én úgy képzeltelek el téged, hogy a szemöldök az így ki van szedetve, de mondjuk aztán nem éppen annyira, hogy aztán kariókával legyen utána rajzolva, hanem én nagyon élvezném, hogyha lenne rajta ilyen testékszerűen body piercing, értettel, én is fogok tetetni magamnak, de én egy nagy százaszáját fogok itt által lövetetni, értele, hogy véges legyen macsós, értele. Igen, erről jut eszembe, hogy volt tetkómes, azt írta rajta, hogy Erika 2003, de már szakítottunk. És a szakításra egy olyan sorradást kaptam, lelkileg is, hogy a tetkóm ide béfittyán, és azóta sincs meg. Tehát hogy mondjam el neked? Tehát mit tudnék én, hogy mondjam? Tehát a magyarországi csemetékhez képest milyen előnyel rendelkezik? A figyelj ide! Tehát először is én nem vagyok olyan tetentó, képzeled. Nem azért, hogy ma azért, de hogy azért. Nem olyan vagyok érdele, mint ők, hogy a konyhába a teját és GPS szákárási ember. Nem is kell. Figyelj ide! Most komolyan. Tehát én nem vagyok egy akárki, érted? Én csak annak nézek ki, de nem vagyok akár. Figyelj ide, én kérlek szépen, én Amerikában is dolgoztam, érted? Mosogattam. Normálra mosogattam, érted? És hát egyik reggel megbe is a látom, tehát komolyan négerekkel dolgoztam együtt, tehát voltam, amelyik ma annyira néger volt, hogy fekete volt belé, értettel? És akkor így mosogattuk így normálra, és hát egyik reggel megbe, egy cseppet megkésve, és hát látom már a négercsemet, az én lábosaimot, és elkezdi mosogatni, és az nem jó, már normálra fizettek. És mondom neki, hogy hello, hey, hagyd békit, tedd le már, megcsinálom én. Nem értette magyarul. Mondom, megpróbálom idegenyű. Mondom neki, hogy lásze, lásze, ke fuck you, érted? Hát ára fel új megdubasztott, érlek, félek szépen, hogy az inokszlávosok közül majdnem a deszkarcsára arra kellett kiszedjen, érted? Na, aztán valahogy nagy názán elmagyarázták neki, hogy én tulajdonképpen mit akarok mondani, azt mondja, hogy jaj, ne haragudjak, azt mondja, hogy úgy megsérített, hogy akkor majdnem átadott, érted? De ezután, hogy ilyen félreértések ne legyenek, inkább megtanul ő magyarul, azt mondja, hogy értsünk egyet. Na jó van, ha menjünk és haza, ő mentünk a buszon, mert egy irányba laktunk, ő jut az ablak felől, én ültem mellette, és már tudd ma annyit néger, a néger sem vette magyarul, hogy megkérdezte, hogy kimut, azt mondja, hogy figyelj ide! Hát magyarul volt, csak nem értettem mindent. Például érdekes már az, hogy oké, azt is értette, pedig magyarul mondtam, milyen érdekes. Az mondja nekem, hogy figyelj ide! Az kint? Hogyan mondani? Magyarul mondani? Ha
nézek ki, a látom, hogy egy ilyen ügyes kicsi ilyen árdőcske mellett megyünk gás, alatta vannak ilyen juhocskák. Mondom neki, a figyelj, de né, fuck you! Hát Árafej, megint úgy megsülítj egy becsület szavomról. De most nem csak úgy megbanyogtatod, hanem rendesen megcsérszik, de érti ki. De úgy, hogy most már nem szégyelem, úgy megütte a felmész, hogy 3 napig a sliczemből néztem ki becsület szavomról. Szörnyű volt, szörnyű. Aztán valahogy lefogtak, értik-e? Valahogy lefogtak, és elmagyaráztak nekem, miről van szó. Hát áldott nagy szerencsém volt, hogy nem egy nagy big fárdő mellett mentünk el. Akkor mit mondtam volna neki, hogy hello my brother, this is big fuck? Vagy mit mondok neki? No, nem azért mondom, csak hogy mi tudja mindenki. Én a nőkkel nagyon-nagyon-nagyon választékosan tudok bánni. Nekem volt egy francia nő, értedik-e? Volt. Nagyon furcsa, hogy jöttünk ezt, mondjuk bár nem is furcsa, mert perfekt értek franciául, értedek. Itt a mosogattam volt a főnökasszony, ez a francia csaj. Furcsa, ezt szerettünk egyik legább meg, mi? És elkezd nekem csarmolni, értedek. Aztán úgy ordított, úgy, hogy aztán tudod, a franciául, aztán levette, értedek. Úgy ordított, hogy a füleim rojtoztak, értettelek. Mondom neki, hogy édesanyja, figyelj ide! Te velem kussósz, értettelek! Te nekem nem ordítasz, kussósz, értedek! Mondom neki, hey, tu kussé avec moi! Ma rendesen rangrajtott és B-felé, nem tudom mit mondhattam, de jól esett, minden esetre. Nem azért mondom, már németül és perfekt beszélek, tehát például valaki idejön ez, ami azt mondja nekem, hogy danke schön, válaszolok szívesen. Kutyus. Na azért, hogy az árfolyamom még jobban menjen fel, én szeretnék elénekelni szívemből egy nagyon szép leankérő nótát, amit én írtam a kislakal a Nagy Duna mennykibá dallamjára. Egy barlang asztalana, látalak meg téged, szemem eddig vak volt, szívem csak pihegett, mikor megláttalak, szemeim kinyíltak, szívemben a tűzök újra fel. Mondjuk ez a szép sírozószám nem tetszett, az aztán esem magára. Na de azért, hogy a dolgok szépen menjenek, és meglássak önök, hogy én tényleg nem egy akárki ember vagyok. Meghívtam egy nagyon kedves barátomot, aki szellemi és lelki értékeim már pontra teszi magukat, én esetleg egy fel fogok szépni. Pavogyi Krisztián, a világ és talán Magyarország legnagyobb világszárja mellett.